bajnokság során 78-22-es gólkülönbséggel végeztek a csoportjuk második helyén, a 39 megszerzett pontjuk. 2 pont ilyen nem volt elég a bajnoki címhez, de az ezüstérem is így is nagyon szépen csillog. Az érmeket és a kupákat átadja Áfurus András, a Kiskunmajsai futballklub elnöke, Mózer Csaba, a futballklub alelnöke, és Belföldi Ferenc titkár. Még egyszer egy nagy tapsot kérek a fiúknak, elmondom a csapat névsorát is. U14-es csapatunk névsora, Budai Oliver, Bors Máté, Bozó Bence, Urai Kevin, Bíró Bálint, Bangó Norbert, Hornyák Csanád, Kardos Nikolasz, Kúi Botan, Szűcs Bence, Törőcsik Dániel, Hadkerti Levente, Balkai Edvin, Nagy Tibor és Pálinkó Gábor, U13-as együttesünk tagjai pedig Botti Tamás, Bors Boton, Bors Várkony, Szipik Zalán, Vince Máté, Vinyés Tamás, Felső Bruno, Hollósi Oliver, Kuklis Bende, Garas Gábor, Sándor Áron, Szekeres Bernát, Törtel Imre, Rávai Gergő és Török Máté. Azt mondja, hogy a fiúk, akik mindent oda tettek a bajnokság folyamán, teljesen megérdemelten végeztek mindkét bajnokságban a második helyen, és ez egy szép jövőképet is festett a kiskunmajsai laporúgás elé, hiszen utánpótlás jó kezekben van. A csapat edzője pedig, mind a két csapat edzője nem más, mint Vajda Csaba, így ő is megérdemli a nagy tapsot. Utolsó fordulóban pedig Mózer Csaba is besegített a csapatoknak, hiszen mind a két együttesünk szombaton 10 órakor játszott, így mivel Vajda Csaba nem tudott ketté szakadni, Mózer Csaba vállalta, hogy edzősködik az egyik mérkőzésen, és az U14-es csapatunk 2-2-es döntetlent ért el idegenben, szóval az is egy jó eredmény volt. Az U13-as csapatunkban 12 játékosunk szerzett gólt, Valkai Edvin 28 szalállattal a góllövőst a második helyén végzett, mellette Cifrik Zalán 16 és Kardos Nikolász 15 góljával emellett ő ki, de természetesen a futball is egy csapatjáték, nem pusztán a gólok számítanak, hanem az, hogy a 8-9, adott esetben 10 játékos, amennyi játszhat egy mérkőzésen egyszerre, az mind oda tegye magát, és együtt lehet elérni ezeket az eredményeket. Ez a két csapat bebizonyította, hogy oda tudják tenni magukat a fiatalok, és szép eredményeket tudnak elérni az elmúlt évekhez hasonlóan. Reméljük, hogy jövőre a folytatás is hasonlóképpen eredményesen alakul. Urai Kevinnek adnánk át egy külön díjat, aki az U14-es bajnokságban, ugye az előbb említettem, hogy 34 gól szerezve lett a megyei bajnokság gólkirálya. Nagyon jó teljesítmény, gratulálom Kevin! És van még két külön díjunk, Mardos Nikolász, aki 31 mérkőzésen szerepelt, és szintén 31 mérkőzésen szerepelt Valkai Edvin. Ez azért lehetséges, hiszen egy bajnokságban 16 mérkőzés van, viszont ők ketten az utolsó forduló kivételével minden mérkőzésen pályára léptek, és így alakult ki az, hogy 31 mérkőzésen tudtak az idei szezonban pályára lépni. Nagy tapsot kérek a fiúknak, és természetesen a többieknek is. Köszönjük, srácok, ezt a remek teljesítményt, és büszkék vagyunk rátok, és az ezüstét, a kupát is emeljétek a magasba. Szép volt, fiúk! Hajrá, Marsa! Zúgjon a sportájjal! Gyere, Levi! A másik kupa is az U14-esek kupája. Jól megérdemelt ezüstére. Utána járva a másik kezdetnek álló kupa is. Szép volt, fiúk! Köszönjük! 2-3! Marsa!